Nagyon fontos lenne tudnunk, hogy mikor, milyen segítséghez forduljunk, mikor kit keresünk. Mondjuk a depresszió, a súlyosabb szorongásos kórképek, a fóbia, vagy az öngyilkossági gondolatok. Ezek mind-mind olyan problémák többek között, amivel első körben pszichiáterhez szükséges fordulnunk. A pszichiáter orvos végzettségű, van gyógyszerfelírási jogosultsága, és egy olyan beteganyaggal találkozott a korábbi évek során, ami miatt ezt a kompetenciát megszerezte. Vannak klinikai szakpszichológusaink. A klinikai szakpszichológusok az a pszichológusoknak egy speciálisan képzett csoportja. Az egyetem után további 4 évig tanulják a klinikai képzést, és ezt követően mondhatják el magukról, hogy a klinikai szakpszichológusok. Ők hasonlóan a pszichiáterekhez olyan kórképekkel foglalkoznak, amelyhez már komoly klinikai képzettség szükséges. A depressziós személyiségzavarok, szorongásos kórképek, fóbiák, ezek mind-mind oda tartoznak a klinikai szakpszichológus kompetenciájába. De miben más a pszichiáter meg a klinikai szakpszichológus? Hát ugye a pszichológus nem ír gyógyszert, viszont ő diagnosztizál, őneki van meg az a komplex diagnosztikai készlete, amit nagyon sokszor a pszichiáterek is használnak, hogy segítsék a differenciál diagnózis, tehát hogy megkülönböztetni az egyik betegséget a másiktól, hogy pontosan tudjuk, hogy annak a páciensnek mi a problémája. Szóval a klinikai szakpszichológusnak a terápiában is van jártassága, sok mindent tud segíteni a pszichiáternek, illetve közösen tudnak dolgozni a páciensek érdekében. És akkor egy magasabb szintje, vagy egy komplexebb szintje az a pszichoterapeuta. A pszichoterapeuta az valamilyen szakorvosi végzettség, vagy klinikai szakpszichológus, egészségpszichológus és neuropszichológus lehet. Tehát többféle végzettséggel szerezheti meg valaki a pszichoterapeuta szakképesítést. A terápiás munkát tudják végezni, tehát pszichoterápiával, beszélgetős terápiával, vagy egyéb más terápiás megközelítésekkel a személyiségben, vagy a tünetekben tartós változást előidéző munkát végeznek a páciensekkel. Ismerik a páciensek, gondolom sokan a terápiás megközelítéseket, mondjuk a hipnoterápia, a pszichoanalízis, vagy a kognitív terápia, vagy ilyen még a családterápia, és ezek különböző pszichoterápiás megközelítések. Jól látszik, hogy a pszichoterapeuta és a többi szakember együtt kell, hogy dolgozzon. Szükség van neki arra, hogy egy diagnózist felállítsanak, vagy a pszichiáter adott esetben a pszichoterápiás munkát gyógyszerekkel segítse, hogyha szükség van rá. Gyerekpszichiáter az egy külön tudás, hiszen ott különböző életkorokban azoknak a sajátosságait ismerve kell tudni dolgozni, és ott általában a családdal, mint rendszerrel is kell tudni dolgozni a gyermekszakembereknek, hiszen a diagnózis az sokszor a család ismeretével, a család segítségével állítható föl, és nagyon sokszor a család működésében vannak olyan problémák, ami a gyermeknek a tüneteihez vezet. Ez egyébként nem csak a gyermekpszichiátriában, hanem a gyermekgyógyászatban is nagyon gyakran előfordul. Emellett van egy olyan speciális terület nálunk, hogy amikor különböző szomatikus szakorvosok, tehát belgyógyászok, házi orvosoknak van pszichoterápiás végzettsége, vagy képzettsége, és úgy lesznek pszichoterapeuták, hogy valamilyen orvosi szaktudásban jártasak. Amikor a lelki betegségek elsősorban testi tünetekben jelennek meg, akkor nagyon fontos, hogy szomatikus szakorvosi képesség is legyen jelen, hiszen föl kell ismerni ezeket a kórképeket, jártasnak kell lenni ezeknek a terápiájában és a diagnosztikájában is, ezért van ez az együttműködés nálunk.